Köszöntöm nézőinket! A paksi fejlesztés lehetőséget kínál a térség egésze számára egy jelentős gazdasági fejlődésre. Ez igaz nem csak a Dunántúlra, hanem a Duna-Tisza közére is. Főleg azok után majd, ha megépül a Kalocsai híd. Erről a fejlesztés lehetőségeiről beszélgetünk Filvin Géza Kalocsa polgármesterével, vendéglátónkkal. Köszöntöm, polgármester úr! Köszöntöm én is önöket és a nézőket is. Mielőtt a fejlesztésről beszélnénk, egy picit térképezzük föl, hol áll ma Kalocsa. Mi történt az elmúlt egy esztendőben? Ugye a mögöttünk lévő egy évben nagyon sok változás történt, úgy a városvezetésben a pandémiás helyzet miatt, hogy ugye képviselőtestületüléseket nem tudtunk tartani, bizottságüléseket, és ez egy új helyzet volt. Főleg nekem volt új helyzet, mert én 2019. októberre óta töltöm be a polgármesteri szolgálatot itt Kalocsán, úgyhogy ehhez kellett alkalmazkodni, illetve megismerni az önkormányzati rendszert. Azt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy úgy hozzunk döntéseket, hogy megtapasztaljuk azt, hogy hogyan működik a város, és a város érdekében milyen változásokra van szükség. Ilyenkor ugye szokásos, hogy új polgármester kerül a város élére, akkor egy politikai tisztogatást hajt végre. Én ezt nem tettem meg. Voltak, akik ezzel egy kritikával is illettek, de én egy munka alapú együttműködést szeretnék mind a hivatal, mind az intézmények, mind az önkormányzat tekintetében. És mindenki lehetőséget kapva alakítottuk ki azt a struktúrát, illetve azt a tervet, amelyet most megkívánunk valósítani. Ez az egy év a bizalmi tőke építésének éve volt? Az is. Nyilvánvaló, hogy kisváros vagyunk, és én azt szeretném, hogy mindenki elhivatott legyen Kalocsa városáért, Kalocsa város fejlődéséért, hogy az itt élőknek minél élhetőbb várost tudjunk kialakítani. Úgyhogy változtatásokat majd most eszközölni fogunk, most látva azt, hogy melyek azok a területek, ahol erősítésre van szükség, és mely az a terület, ahol nem érzékeltük azt a nagy tenni akarást, illetve a munkatársaknál is azt a nagy tenni akarást, amit a város jó működtetése és jó fejlesztése igényelne. Ha mérlegre teszi ma a városát, akkor mi az, ami a mérleg pozitív oldala, és mi az, amiben azt gondolja, hogy jelentős fejlesztésre lenne szükség? A pozitív oldalát a lakosságban látom. Nagyon jó közösségek vannak Kalocsán, elhivatottak, mindenki igényli a társadalmi életet, igénylik a városi programot, és szeretnek itt élni az emberek. A másik nagy értékünk, ugye egy nagyon komoly történelmi múltja van Kalocsának, egyháztörténeti múltja, és ugye 1000 éves érseki székhely, és ez is egy olyan kötelezettséget ad a városvezetésnek, és olyan nagy felelősséget ad a polgármesternek, nekem is, hogy ezt minél inkább ehhez méltó a módon vezessük és fejlesztjük a várost. Itt az elmúlt években azért érzékeltem egy kis lemaradást a többi településhez képest, úgyhogy van feladatunk bőven Kalocsában, de ma, ahogy mondtam is, nyilván az egyháztörténelmi múltra támaszkodva, az itt élő emberekre, az itt élő agilis vállalkozókra támaszkodva, azt gondolom, hogy egy jó várost tudunk építeni, egy jó várost tudunk fejleszteni. Ha az országban bárhol kimondják Kalocsa nevét, akkor a paprika és a hímzés egészen biztosan mindenkinek a fejében van. Lehet erre imidzst építeni? Igen, erre is szeretnénk, és szóba is akartam hozni, ugye itt az értékeknél, ahogy tartunk, ugye, hogy ez a kettő hungarikuma van a városnak, a fűszerpaprika és a népviselet. Mind a kettő egy nagy kuriózum. Kalocsához igen a paprikát, a paprika termesztést kötik. A paprika termesztés az egy kicsit most, az annak az intenzitása egy kicsit alacsony a városban. Egy nehéz fizikai munka, megmondom őszintén, kétkezi munka, és most, ahogy így el vagyunk kicsit kényelmesedve, és a fizikai munkától ugyan óvatos a megközelítése, főleg a fiatalabb generációnak, emiatt is egy kicsit mély ponton van a paprika termesztés, és ehhez is szeretnénk egy kis lendületet adni az önkormányzat, és ezt is népszerűsíteni, és itt hoznám szóba például a paprika fesztiválunkat, amely ugye a paprikás ételek főzéséről, főzőversenyről szól, és ezt is egy olyan szintre szeretnénk emelni, hogy egy 3-5 éven belül az ország 5 gasztronómiai fesztiválja között
említsék meg, a Kalocsai Paprika Fesztivált. Valamint még ugye a népviseletről, ugye a hímzés, a pingálás, porcelánfestés, ezek nagyon komoly értékek, és a néptáncos, nagyon sok néptáncos van a városban. Az egy olyan csodálatos élmény, amikor egy színpadon 40-60 táncos lát az ember, mert ugye nálunk úgy alakulnak itt a néptánc csoportok, hogy az egészen apró 3-4 éves gyerkőcöktől az idős több évtizede a színpadokat koptató táncosaink 60-70-80 évesek is még felmennek, tehát egy csodálatos élményt tud nyújtani, amikor ilyen nagyszámú néptáncos ad elő produkciót, úgyhogy ezt is szeretnénk egy kicsit sokkal jobban kiemelni, illetve bemutatni Kalocsáról. Milyen ma a viszony a város vállalkozói szférája és az önkormányzat között? Én azt gondolom, hogy jó, és egyre jobb. Nyilván a vállalkozói körnek is, ugye, ahogy említettem, az elmúlt egy évet egy nehéz évet zár 2020-ban vállalkozói kör. Igyekeztünk különböző kedvezményeket is adni a tekintetben, akivel az önkormányzattal szerződésben vagyunk. Közvetlen viszonyt igyekszem kialakítani velük, és segíteni úgy a munkájukat. Nyilván nagyon sok kis közepes vállalkozás van Kalocsán, jelentős foglalkoztatók, munkaadók, nagyon sok szolgáltatást végeznek, úgyhogy az önkormányzatunk abban érdekelt, hogy ők jól tudjanak prosperálni, jó gazdálkodást folytassanak, mind munkaadóként, mind vállalkozásként, fejlődjenek, bővüljenek, újra fektessenek be. Ez is egy fontos dolog, hogy van egy jó pár cég, aki újra befektet Kalocsán, most a kormányzati pályázati lehetőségeket kihasználva közel 6 milliárd forint körüli összeget kapott így a magán gazdaság Kalocsán, úgyhogy ez is egy jó lehetőséget ad, illetve egy jó üzenet számunkra, hogy a vállalkozói kör is látja a város fejlődését, törekvéseit, célkitűzéseit, és úgy gondolja, hogy ide érdemes befektetni. Hozott egy új gondolkodási módot az a pillanat, amikor kiderült, hogy híd épül az atomerőmű, gyakorlatilag az atomerőmű és a város között? Igen, ez már egy régi igénye volt Kalocsának egyébként, és mindig beszéltük, hogy na majd, hogyha Dunahidunk lesz, akkor az kinyitja lehetőségeket. Abszolút. Most már ugye annyira közel, olyan közelségbe került a Paks-Kalocsa Dunahíd, hogy ugye az idei évben el is kezdik az építését, úgyhogy ez is nagy lehetőségek elé állítja a várost, és szeretnénk ezt az új környezetet, mind a Paks 2 beruházás, mind a hídépítésnek a gazdasági húzó erejét jó értelembe véve kihasználni, hogy mind az itt élők, mind a térség, és ugye itt a Kalocsa környéki településeket is szeretném megemlíteni, hogy ugye a térség fejlesztése, fejlődése, vel minél nagyobb intenzitással be tudjon kapcsolódni, hogy ezeket a nagy beruházásokat ki tudjuk szolgálni, és ugye amikor lehetőségben azzal tudnak élni a vállalkozások, azt gondolom, hogy az a kifejezetten jótékony, illetve nyilván a hídépítésnek az az egyik célja, hogy ezt a kalocsai térséget is bekapcsolják a paksi beruházásokhoz minden tekintetben. Úgyhogy egy olyan, ahogy említik, ugye a Paks 2 az évszárazat beruházása lesz, tehát ez egy akkora kiszolgálási igényt ad, amelyet én azt gondolom, hogy így a Paks-Kalocsa térség tud együttesen megteremteni. Föl van készülve a város arra, ami vár rá, mert itt gyakorlatilag több ezer ember jelenik majd meg, meg fog nőni a város, meg fog nőni egy csomó minden. Ezt majd akkor fogjuk tudni elmondani, amikor benne leszünk, hogy fel vagyunk-e, készülünk rá, és felkészülünk rá folyamatosan. Ezért döntöttünk úgy, hogy a tavalyi év végén alapított az önkormányzat egy új KFT-t, egy non-profit KFT-t, a Paks 2-re való felkészüléssel. Ez a Kalocsa Innovációs Központ Non-Profit KFT, és itt mind a fejlesztési területeket, mind a turizmus fejlesztést, mind azokat a szolgáltatásokat, amelyet az ide látogatók, idejövő munkások kiszolgálására szükséges különböző szabadidős tevékenységek, kulturális programok szervezésével
kicsit nagyobb intenzitással meg tud a város szervezni, és ez lesz fő feladata ennek a cégnek. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye nyilván, ahogy említettem, hogy a fejlődésbe, a gazdasági fejlődésbe szeretne a város bekapcsolódni, de nyilván itt ki is szeretné szolgálni az idejövőket. Tehát mind a városi programjainkat, mind a kulturális, sport, szabadidős tevékenységeket, a közterületeinket szeretnénk olyan színvonalra hozni, hogy ezeket ki is tudjuk, ezeket az embereket szolgálni, és egy jó érzéssel legyenek itt Kalocsán, illetve jó hírét vigyék a településnek, vagy ha valaki látogatóba jön, akkor azt mondják, hogy igen, Kalocsára szívesen jövünk, mert itt szívesen látnak, és jó lehetőségeket találnak. Az előzetes számítások alapján mekkorára bővülhet a város? Ezt nyilván majd a munkafolyamatok intenzitása fogja megszabni. Jelenleg Kalocsán a fizikai gyakorlatban olyan 15-16 ezer lakossal élünk. Korábban Kalocsa 20 ezer lélekszámú volt, sőt fölötte is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a város nyilván megváltozott azóta, tehát itt főleg itt a gépjárművek száma, a közlekedés, de ez nyilván más településnél is így van, az egy kicsit korlátozó, de Kalocsa városa fel van készülve egy nagyobb lélekszám fogadására. Tehát korábban is járási székhely volt Kalocsa, törvényszék működött itt a háború előtt. Nyilván itt az érseki székhelyi státusza, tehát itt a középületeink kialakítása is azért egy meghatározó mezőváros volt. Úgyhogy ezt fel tudjuk tölteni, vannak szabad lakóépületeink, vannak szabad területeink, ipari területeink is, úgyhogy van befogadó kapacitásunk, nyilván egy normál mértékig. Jelenleg egy ilyen 4000 főben gondolkodnak, azt gondolom, úgyhogy azt biztosra tudom mondani, hogy ezt a lélekszámot egy felkészüléssel, alapos átgondolással, azt gondolom, hogy egy jó színvonalon ki tudjuk szolgálni. A továbbiakat azt pedig majd látjuk, nyilván nyitottak vagyunk, de igyekszünk, és azért is alapítottuk ezt az új céget, mert mind szemléletben, mind hozzáállásban is ezt szeretnénk, hogy gyorsan tudjunk reagálni a kihívásokra, gyorsan tudjunk reagálni az igényekre. Ha a fejlődés megindul, számos lehetőségük lesz, akár a kultúra területén, akár a gazdaság területén. Melyek azok a célok, amik ma megfogalmazódnak, amiket létre kell hozni, vagy újra kell éleszteni? Ahogy említettem, hogy Kalocsa egy jó nevű település volt, és egy kicsit azt gondolom, hogy ilyen nagyon kis hitűvé vált, és kezd fölvenni egy ilyen kis poros, kis kopott jelleget, és lehet, hogy tehát nem bántva senkit, de hogy jó lesz az nekünk még szemléletet, én ebből ki szeretnék nőni, és nyilván látva más településeket is, hogy milyen adottságaik vannak. Kalocsának rengeteg értéke van, amelyeket be tud mutatni, nagyon jó, agilis emberek élnek itt, és mi nyilván mind a célok, mind a lehetőségek, mind a személyi hozzáállással, én szeretném, hogy egy jól működő, olyan modern és gazdaságilag megerősödött település legyen, ahol az idősek is jól érzik magukat, a nyugdíjasok, és a fiatalok is szívesen maradnak itt, illetve itt tervezik a jövőjüket. Nyilván ez egy fontos, hogyha valaki itt él. Tehát én magam is Kalocsán születtem, mindig itt képzeltem el az életemet. Én szerencsés vagyok, mert itt is tudtam dolgozni korábban, míg nem lettem ugye városvezető. De ezt szeretném, hogy a gazdasági oldalon lássák meg azokat a lehetőségeket, és én ezt szeretném, ebből a kis poros kisvárosi jellegből szeretnék egy fejlődő, jó színvonalú, egy minél élhetőbb várost. És ahogy a nyugdíjasokat említettem, nagyon-nagyon fontos Kalocsán az idősebb korosztály, és ezért is például a nyugdíjasoknak is egy olyan támogatási rendszert alakítottam ki, amellyel a megbecsülésüket ki tudja fejezni a város, és ezt szeretném, és nagyon sokan panaszkodnak nekem, hogy igen, ők itt maradtak Kalocsán, de a gyermekük, az unokájuk már nem itt él, és milyen jó lenne, hogyha ez így megváltozna, úgyhogy ez is egy nagy kihívás, hogy a következő generációk már azért egy kicsit jobb életteret lássanak itt a városban, úgyhogy ez egy nagy és nehéz feladat, nagyon sok kis település küzd ezzel a problémával, hogy a nagyvárosok beszippantják, de én azt gondolom, hogy Kalocsa élhetősége, értékei, vonzósága
az jó alap erre, úgyhogy ezen is fogok dolgozni, hogy ez így kialakuljon. A fejlesztési KHT egyik feladat, vagy KFT feladat, egyik feladata a gazdaságfejlesztés, a másik a kultúra fejlesztése. A néhány héttel ezelőtt, vagy nappal ezelőtt egy sajtótájékoztatón mutatták be a KFT-t. Ott elhangzott egy kikötő építésének terve is. Igen, ugye említem, hogy a sok értékünk van, és ugye ezeket így nehéz így nevesíteni, de például ugye a Duna közelsége, ugye 4 kilométerre van a Duna folyó, itt Kalocsa mellett, ezt egy ilyen meszes területnek nevezzük, és ott sem, tehát ott is nagyon sok jó lehetőség van, és az elmúlt években, évtizedekben nem indult meg az a fejlesztés, ami lehetőséget ki tudott volna aknázni a város, és ezen szeretnénk változtatni. Hajóról jó pár turista érkezik, akár külföldiek is nagy hajókkal, illetve a kishajós turizmus is egyre intenzívebb a Dunán, és ebbe is beszeretnénk kapcsolódni, hogy egy ilyen megálló, egy állomás legyünk. És ha már valaki ide látogat, akkor már ott a fogadás olyan legyen, a partkép, amellyel egy kis szeletet láthat Kalocsából, tehát a Kalocsa értékeit is szeretnénk bemutatni, kivinni, illetve az egész infrastruktúrát, a környezetet ott rendezni. Kicsit nagyon szeretem a Dunát, a Dunapartot, rendszeresen járom is a vizet, úgyhogy szinte szívügyemnek mondhatom, és hát, hogy finoman fogalmazzak, nagyon kisporos, megkopott a Dunapartunk. Ahhoz, hogy valaki megálljon, egyáltalán azt gondolja, hogy itt érdemes megállni, ahhoz folyamatosan programokat kell biztosítani. Ezen a területen milyen előrelépés várható? Igen. Tehát most alakítottuk ki azt a rendszert, hogy legyen éves program. Terv, amelyet már ugye évelején közzé tudunk tenni, hogy ugye milyen programokat szeretnénk. Ezt megcsináltuk 2020-ban is, de nyilván a pandémiás helyzet miatt ugye rendezvénytartási tilalom volt, és egy szűk időszak volt, amikor lehetett rendezvényeket tartani 500 fős korlátozásig, azt ki is használta a város. Tavalyi évi Paprika Fesztiválunkat el kellett halasztani, az is már így az új szemlélet alapján lett előkészítve, és ezeket a programokat, tehát ahogy a népviseleti hagyományokat, tehát egy folklor fesztiválnak a bemutatása, a Paprika Fesztivál bemutatása, akkor a fiataloknak tavaly tartottunk egy ilyen, a felvételizőknek egy pontváró bulit, tehát olyan újdonságok felé kívánunk nyitni, hogy minden korosztály megtalálja a szórakozási lehetőségét. Úgyhogy ezt készítik elő, ez is így napokon belül meg fog jelenni a 21 évi programtervünk. Még szintén nehéz helyzetben vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mikortól kezdődik az élet, de azért ezeket igyekszünk úgy előkészíteni, hogy amikor lesz rá lehetőség, akkor meg tudjuk tartani. És hát nyilván itt azért nyitnunk kell az új technológiák felé, tehát az, hogy nagyon sokan vannak úgy az országban, hogy felüti a telefonját reggel, és megnézi, hogy azon a hétvégén milyen program lesz, hová menjünk, hol mire számíthat, és Kalocsa ebbe is beszeretne kapcsolódni, és ezért ez az Okos Város programot is elindítottuk, hogy Kalocsa legyen elérhető ezeken az új, modern, akár közösségi, akár online felületeken, legyen naprakész, és ott is már egy érdeklődést tudjunk mutatni, a érdeklődést tudjunk felkelteni azokban az emberekben, akik esetleg programként Kalocsában gondolkodnak, vagy Kalocsát választanak. Süli miniszter úr támogatásával most 106 millió forint került a KFT pénztárcájába. Mire fogják fordítani? Igen, miniszter úrral ugye egy jó együttműködésünk van, ugye a Paks 2-ért ő felel, ugye itt a mi térségünkben Font Sándor az országgyűlési képviselő, és miniszter úr és a képviselő úr is egy jó munkakapcsolatban vannak, és nagyon örömteli számomra, hogy mind a ketten elhivatottak így Kalocsa fejlesztése tekintetében. Jelenleg most ugye ezt a támogatást kapta itt a cég, ez egy örömteli, mert ugye nagyon fontos az, hogy az elképzeléseink passzoljanak a kormányzati elképzelésekkel, úgy tudunk hatékonyan együtt dolgozni. És egy kis busz vásárlására nagyon sok civil, illetve sport közösség van a városban, akiknek itt a vidékre járás, akár fellépésekre, akár versenyekre az nem megoldott. Úgyhogy egy kis buszt vásárol a KFT ebből. Akkor egy zöldítési program, amelyben hagyományos értelmű zöldítés, tehát faültetés is, illetve környezetbarát műszaki megoldások szerepelnek. Ezt a belvárost, a Sétáló utcában szeretnénk egy kicsit
az infrastruktúrát javítani, illetve különböző kulturális programok és rendezvények tartására. Tehát ez a három célterület volt, amire ezt a célzott támogatást kapta a KFT. A zöldítési program a belváros képét is meg fogja változtatni? Igen. Igen. Nyilván itt Kalocsán ugye van egy főtér, a Szent István királyút elején, ahol ugye a Főszékesegyház, az érseki palota és az Asztriceum múzeum is elhelyezkedik. Az a főtér az most van felújítás alatt, ott az érsekséggel kötöttünk egy megállapodást, az is az idei évben elkészül. Valamint itt a belvárosban, ahol így a több szolgáltató, illetve az üzleti tér is, itt a Sétáló utca és a 48-asok tere. És a Sétáló utca, 48-asok tere, főleg a Sétáló utca az egy ilyen közúti útszakaszból lett kialakítva, és nem sikerült még kialakítani azt a jelleget, hogy ez ténylegesen egy parkos sétáló utca legyen, és ezt szeretnénk. Egyébként kedvelik a kalocsaiak, sokan jönnek ki, nyilván vannak itt különböző vendéglátóhelyek, egy kávéra kiülnek, pici gyerekek tudnak sétálni, játszani, vannak különböző programok is, de ezt szeretnénk, ennek a környezetét is szeretnénk egy kicsit barátságosabbá, és ahogy említettem, ilyen környezetbarát megoldásokkal. Nyilván ez a internet és a wifi, ez fontos, tehát ilyen okospados megoldás, illetve hulladékgyűjtők is olyanok legyenek, ami a mostani kornak, kritériumainak megfelelnek. Egy picit minden korosztálynak akar adni ebből a lehetőségből? Igen, igen. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és mert azt látom, hogy Kalocsa fejlesztését minden korosztályra építve tudjuk a leghatékonyabban folytatni. Azt gondolom, hogy minden városvezetőnek van egy vízió a fejében arról, hogy milyen városképet szeretne mondjuk a ciklusa végére. Az ön víziója milyen? Nyilvánvaló, most ugye ciklus végéig ugye 5 éves a ciklus, ugye egy év ment el ebbe a pandémiás helyzetben, itt rengeteg műhely munka folyt, nagyon sok tervezés, és ezt itt el szeretném indítani. Tehát ez, hogy legyenek már kézzelfogható beruházások, és lássák az emberek, lássák a lakosság, és lássa Magyarország, hogy Kalocsa milyen irányba tart. Úgyhogy én ezt, hogyha már ezeket az irányokat tudjuk egy kicsit mélyíteni, és ezeket a stratégiákat be tudjuk mutatni, mind a turizmus fejlesztéssel, mind a gazdaság területén, és ezek elindulnak ebben az irányban, akkor én már elégedett leszek, de nyilván vannak még itt így olyan nagyon magasra tettem magamra is a mércét, megmondom őszintén, úgyhogy vannak, tehát komoly elvárások vannak, hogy hová szeretnénk eljutni. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy majd fizikai állapotában is, mert ugye mindig a mi munkánkat ugye miben mérik, hogy na, hogy akkor milyen új beruházás, meg milyen szalagátvágás lesz. Kalocsán ugye bármilyen területet nézzük, mindenhova el kell a fejlesztés. Tehát ahogy elmondtam, hogy nagyon-nagyon így elkopott a város. Úgyhogy minden területen, tehát a szociális otthonoktól kezdve az óvodákig, az uszoda, az utak, kerékpárutak, közterületek, az közétkeztetési konyha, a szolgáltatást, a közterületi munkáknak a szolgáltatását végző önkormányzati cég, de sorolhatnám, mindenhova el kell a segítség. Úgyhogy, de kérdésére válaszolva, tehát hogyha ezeken a víziókon, ezeken a területeken el tudunk indulni, és látjuk azt, hogy mire törekszünk, akkor én már elégedett lesz. Azt gondolom, hogy ehhez egy dolog feltétlenül szükséges, elhitetni a helyiekkel, hogy egy jó irányba halad a város, és egy kicsit fölrázni azt, ahogy ön mondja, ezt az alvó állapot. Igen, igen, igen. Nagyon jó felhatalmazást kaptam a megválasztásommal, a képviselőtestület összetételében is, úgyhogy ez egy jó, tehát érzékelem a lakosság részéről a változásnak az igényét, és hát nyilván most itt a záró vízió, tehát remélem, hogy a Kalocsa-Paks-Duna hídon már át fogunk tudni menni, úgyhogy ez is egy fontos, mert az nagyon-nagyon meg fogja határozni a városnak a képét, elérhetőségét, lehetőségeit, úgyhogy nyilván az is egy örömteli esemény lesz, és remélem, hogy addigra tudjuk is ezt zárni. Polgármester, jó munkát kívánok mindehhez. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!